valóban egy programról, egy akció kampányról fogok beszélni, és azt szeretném elemezni, igazából a felépülés központú modell és az ártalom csökkentés szempontjából. Hogyha sajnos nem voltam itt délelőtt, úgyhogy ha valami nagyon olyasmit mondanék a felépülés központú modellről, ami elhangzott, akkor nyugodtan szóljatok, hogy ezt így már tudjuk és ugorhatunk. Maga a felépülés központú modell, azt nyilván sokan tudjátok, hogy azért az egy alulról szerveződő mozgalomként indult, azért főleg az USA-ból, ami ezeket a, hát hogy mondjam, nem túl soft témákat érintette, mint a betegség. Tehát egyszerűen azt mondják, hogy a betegség fogalmat, azt kezdjük el átírni, az addikciókról alkotott fogalmunkat, azt írjuk át. A most domináns biomedikális, meg biopszichoszociális modell, ami azt mondja, hogy igazából akkor fogunk elérni egy teljes életet, hogyha ha megszüntetjük ezt a betegséget, ehelyett azt mondja, hogy a tünetekkel való együttélésnek a megtanulása ezzel lényegében elérhető egy teljes élet, ami azért az embereknek a bőrén érezhető, ha például arra gondolunk, hogy egy ellátórendszeren belül mennyire facilitáljuk a felépülőknek azt, hogy ők a munkavilágába el tudjanak újra helyezkedni, ez igen hiányos mindenféle erőforrások nélkül. És hogyha ugye azt tekintjük célnak, hogy itt senki ne használjon soha semmilyen szert, és csak akkor teszünk rá egy pecsétet, hogy te jó vagy arra, hogy újra dolgozz, akkor nyilván ez újra fogja termelni a problémát, ezért mondja azt, hogy az egész betegség fogalmat írjuk át, és igazából az embereknek meg kell tanulnia, hogy mik a tüneteik, milyen problémákat okoznak, hogyan tudnak ezzel együtt élni adott esetben. Egy másik téma, amit mondjuk az ellátással szemben felhoztak, az a hatalomnak a kérdése, és méghozzá azt mondták a felépülők, hogy nálatok van a hatalom, ti szervezitek az ellátást, ti mondjátok meg, hogy mi mikor számítunk felépültnek, és ti mondjátok meg, hogy nekünk hogyan kéne felépülni. Ez valahogy nincsen rendjén, ebben mi is szeretnénk részt venni. Ugye ez azért elég erősen kapcsolódik az ártalom csökkentéshez. Igazából ott is azt mondja, hogy mindenféle küszöb nélkül egyszerűen az ártalmakat csökkentsük, úgyhogy ez teljesen jól illeszkedik egymáshoz a két modell. De a hatalomnál, hogyha valaki azt kéri tőlünk, az ellátórendszer résztvevőitől, hogy adjuk fel a hatalmat, hát mi nem szeretjük hatalomgyakorlónak érezni magunkat, legalábbis én nem szeretem, de a programunkon keresztül be kellett látni, hogy igen. Tehát például egy projekt tervezésénél a mi projektünk az a biofűre koncentrált. Egy akciókampány volt, információkat akartunk átadni. Ez volt a cél. Nem kérdeztünk meg az elején senkit arról, hogy ők mit szeretnének tudni a biofűről. Mi azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudunk a biofűről. Reméljük, hogy ez érdekelni fogja az embereket. Hát ez egyáltalán nincs így. Lehet, hogy érdemesebb lett volna feladni azt a hatalmunkat, hogy mi úgy gondoljuk, hogy tudjuk a tutit, és egyet hátra lépve megkérdezni az embereket, hogy titeket egyébként mi érdekel a biofűvel kapcsolatban. Érdekelnek-e egyáltalán, hogy az hogy készül, meg miből van, meg hogyan állítható elő? Nem biztos, hogy ez érdekli mondjuk a felépülőket. Ehhez kell ugye egy partnerség, tehát oda kell fordulni az emberekhez, terepen kell lenni, és beszélgetni kell, és nyilván nem egy fensőséges megközelítésből. És ami egy másik nagyon-nagyon fontos téma, az a bizalom. Tehát ez azt is kéri, hogyha azt mondjuk, hogy mi nem tudjuk feltétlenül a megoldást, megkérdezünk titeket, hogy szerintetek mi lenne nektek jó, és erre mondanak is valamit, arról lehet, hogy nekem az jut eszembe, hogy hát nem biztos, ez lehet, hogy kicsit szakmaiatlan a ti megoldásotok, vagy mi más gondolunk erről, de végül is ezért is vagyunk szakértők, és így hajlamosak vagyunk
azonnal lesöpörni ezeket a javaslatokat, holott nem tudjuk, hogy ez biztos, hogy így igaz. Úgyhogy kell egyfajta bizalom abba is, hogy a felépülők kezébe helyezzük az ő ellátásukat. Most át fogok ugrani, mert ezt kicsit átszerkesztettem. Hogy elmondom, hogy pontosan a mi projektünk mi volt, ez a herbálomás projekt. Itt a honlap köszöntő, ugye hiteles tájékoztatás a szintetikus fűről, már itt is látszik, hogy próbáltuk ezt a biofű tematikát, ami ugye az egyik legjobb marketing szöveg, hogy ez bio meg fű, úgyhogy próbáltuk ezt a szintetikus szó felé tovább vinni, és hogy miből is állt ez a projekt. Volt egyszer egy állandó jelenlét, tehát heti rendszerességgel ott voltunk egy szórakozó helyen, akik kifejezetten kérték, hogy legyünk ott, mert eléggé kezd elharapózni a szerhasználat, és ők ezt nem tudják kontrollálni, de nem is akarnak egy rendőrségi szerepből fellépni és mindenkit kitiltani, úgyhogy elkezdtünk igazából erre a helyre járni, és ott beszélgetni az emberekkel állandóan, nyitva volt az ajtónk, hogy ide lehet fordulni segítségért. Azért ez nem volt annyira hívogató a tizenévesek számára, hogy itt van a drogambulancia, és akkor ide be lehet jönni okosokat kérdezni. Ez a rész nem vált be túlságosan. Mi is megpróbáltunk információt átadni a szintetikus fűről. Szakemberekkel készítettünk interjúkat. Azt reméltük, hogy hát ha ezzel egy hiteles tájékoztatást tudunk biztosítani, ami valószínűleg meg is történt, azonban azért látszik, hogy ezeket a videókat nem olyan nagyon sokan nézik meg. Tehát nem szeretnek az emberek beszélő fejeket nézni 5 percen át a YouTube-on, ez nem kelti fel az érdeklődésüket. Próbáltunk mindenféle eseményekkel bevonzani píreket, tehát megszólítani valahogy a célcsoportot, és nem is az, hogy megszólítani, hanem bevonni, megkérdezni, hogy nekik mire van igazából szükségük. Azt kell tudni, hogy ez egy 4 hónapos kampány volt, és ennek a végére jutottunk el odáig, amikor tudtunk csinálni a műszín belül egy pop-up rádióadást, tehát ott benn gyorsan felnyomtunk egy rádiót, és elmondtuk, hogy mik a tanulságok, és ebben sikerült bevonni olyat, aki már látott biofüvet, és még bele is szívott, és ő is el tudta mondani. De hát azért az látszik, hogy tényleg a 4 hónap végére volt az, amikor onnan elindulva, hogy benn ülünk, el tudunk odáig jutni, hogy valaki ezt felvállalja, és még hajlandó is beszélni velünk. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú távú tervezés nélkül nem fog az működni, hogy megpróbálunk ártalomcsökkentést végezni, vagy a felépülés bevonni személyeket. És próbáltuk azért őket is megkérdezni, hogy mondják el, tehát hogy nem csak a szakértőket megkérdezni, hogy mondják el, mit tudnak a biofűről, hanem megkérdeztünk biofű használókat is, hogy mondják el a tapasztalataikat. Ezt a kettőt próbáltuk egybe gyűrni, és csináltunk egy kérdőívet, ami igazából ezekre a tévhitekre kérdezett rá. És ezt azzal a céllal csináltuk, hogy amikor kiosztottuk az embereknek, akkor őket kitöltögették, és el tudtuk mondani, hogy hú, erre nem ez a válasz, tehát hogy ez nem egy igazi fű, ez szintetikus anyag, és innen-onnan importálják, ez igazából egy por. Egy másik lába az pedig a maga a vélemény vezérség volt, a vélemény vezér, mint fogalom. Ezt főleg vidéken próbáltuk. Hát mi is Toldon jártunk, az Igaz Gyöngy Alapítványnál a tanodába. Kuritján van és Rákospalotán. Itt igazából, hát nagyjából azt tapasztaltuk, ami az előző előadásban elhangzott. Még annyi volt számomra szembetűnő, hogy így a férfi erőszaknak a mértéke milyen iszonyatosan jelen van. Hát nem csak Pesten, hanem vidéken is, tehát hogy a nagyon-nagyon könnyen prostituálódnak sajnos a fiatal nők, miközben mondjuk az apuka otthon, nem tudom, nézi a tévét.
és ő kényszeríti a lányát prostitúcióra, sajnos ilyennel is találkoztunk. De maga a program arra fókuszált, hogy az összegyűjtött tudásanyagot, amit szereztünk a biofűről, vagy hát akkor a kamufűről, szakértők és szerhasználók által, ebből összegyűrtünk egy anyagot, ezzel lementünk, és mindenféle játékokon keresztül próbáltuk bevonni a fiatalokat. És hát a véleményvezérségnek az lenne a lényege, hogy a legnagyobb hangot kiemelni, egy ilyen gyors, random szociometria alapján így bemérni, hogy akkor ki az, akin a legtöbb info átmegy meg a leggyorsabban, és igazából őt kiképezni egy B-ügynöknek, a bioügynök, aki fel van vértezve a biofű fogyasztásnak minden egyes fontos tudásával, már nem arról, hogy hogyan lehet beszerezni és mennyiért, és hogyan lehet a legjobban beállni, hanem hogy mi ez a dolog. És igazából őt próbáltuk meggyőzni arról, hogy legyen a mi kiterjesztett kezünk, és a spanyainak mesélje el azt a tudást, amit ő megszerzett tőlünk. Tehát, hogy nem direkten mi csökkentjük az ártalmakat, hanem egyszerűen egy tudásátadáson keresztül felvértezni a résztvevőket, hogy ők egymás között tudják kezelni ezt a problémát, és valahogy én ebben látom a felépülés központú modellnek a lényegét is, hogy a alulról szerveződő kezdeményezések tudják kezelni a problémát. Ez volt maga a projekt, és akkor még egy kicsit beszélnék arról, nem tudom még mennyi időm van, hogy még mi van ebbe a felépülési központú modellben. Van egy kérdőív, ami azt méri, hogy mennyire teljesülnek ennek a modellnek az alapelvei, és ebben ilyen érdekes dolgok vannak, mint hogy a felépülő percepciója arról, hogy a segítők mennyire támogatják az egyedi célok meghatározását, elérését, például foglalkoztatottság is az oktatás területén. És hát igazából arról beszélnek, hogy a mi projektünk mondjuk hol tévesztett ebbe. Tehát, hogy nem kérdeztük meg a projekt tervezésénél, hogy titeket mi érdekel a biofűről, hanem azt gondoltuk, hogyha elmondjuk, hogy ez miért rossz, meg mi ez a cucc, akkor az őket baromira fogja érdekelni. Hát egyáltalán nem biztos, és egyébként az még mindig nem tudjuk, hogy őket amúgy mi érdekelni a biofűről. Bevonódás, felépülő megítélése arról, hogy mennyire vonják be a kezelés kidolgozásába, végrehajtásába, stb. Nyilván ez szorosan kapcsolódik, hogy magába a programtervezésbe, hogyha nincsen egy felépülő, aki nem tud az orrunkra koppintani, hogy légy szíves, ne ti mondjátok meg, hogy engem mi érdekel, meg hogy hogyan kéne engem ellátni, akkor nagyon könnyen bele tudunk csúszni abba a hibába, hogy igazából csak a saját gondolatainkat próbáljuk továbbvinni. Kezelési lehetőségek sokszínűsége, ez nyilván az, hogyha már megvan maga a projektterv, akkor ez a megvalósítás, aminek számos eleme lehet, de ebbe is bevonni felépülőket, hogy mondják meg, hogy mik azok a csatornák, amiken keresztül mi el tudjuk őket hatékonyan érni, ez legyen minél több, és a felépülő döntse el, hogy ő melyiket választja. A választási szabadságát, ez igen, hogy ne próbáljuk meg rákényszeríteni senkire se a véleményünket, ez egyébként nagyon nehéz, hogyha a saját életünkből is leszünk egy példát, hogy amikor valaki elmond egy problémát, és mi nagyon könnyen érezhetjük azt, hogy hú, hát én tudom a tutit, ennél logikusabb megoldás nem is lehet elképzelni, mint az én ötletem. Ez egy nagyon, nagyon fura érzés, amikor azt le kell nyelni, hogy hát nem, legyünk arra kíváncsiak, hogy a másik hogyan akarja megoldani a problémát, és ne próbáljuk rá erőszakolni a saját akaratunkat. A személyre szabott program lehetősége, ez pedig nyilván összefoglalja az egészet, hogy nem egy adott problémára kell minden esetben reflektálnunk, hanem egy személyre. Mint ahogy mondjuk az előző adásban is elhangzott, hogy nem lehet egy drog problémaként kezelni ezt az egész jelenséget. Személyekkel foglalkozunk, emberekkel foglalkozunk végső soron. Igazából először azt szeretném mondani, hogy
baromi nagy tisztelet azért, hogy ti próbáltátok megfogni ezt az egész herbálos jelenséget, mert hát én a kb. 10 év pszichedelikus közösség után most kezdtem belefolyni itt a dizájneres közösségekbe, főleg ilyen herbálozósba, és egy nagyon nehéz közeg. Tehát én az online felületét látom, és tényleg ez, amit próbáltok átadni információt, meg próbáljátok kitalálni, hogy most mit lehet, mire van szükségük. Én azt láttam eddig, hogy két dologra van szükségük. Az egyik az tudni, hogy ki a korrekt eladó, meg ki a csaló, a másik pedig az, hogy XY-nak a herbája az most brutális-e, vagy pedig gyenge-e. Tehát, hogy ezen felül, itt most csináltunk egy ilyen fórumelemzős kutatást a Kalózs Zsuzsával, meg Demetrovics Zsolti, meg Felvinci Kati, és ott is az jött le, hogy igazából már a fórum hozzászólások alapján is, hogy például itt a ilyen írástudatlanság határát súroló minőség van, tehát hogy ezek az emberek nem ilyen információbefogadós típusúak úgy alapból, és egyébként is, tehát hogy nincs semmi érdekeltségük ilyenbe, hogy jobban ismerni a jelenséget, stb. Tehát ők nagyon gyakorlatiasak, és igazából nem, ezen felül nincs igazából semmi, közösségbe sincsenek annyira benne, tehát ami lehetne egy ilyen segítő erő, tehát ez ami tök jó ötlet, hogy így fizikailag találkozni velük, vagy összehozni, nagyon nehéz, tehát ezt tudom, ez tök jó volt, hogy itt erről is beszélsz, ami nem jött be, tehát ugye ez az is egy best practice, hogy mit ne próbáljunk meg feleslegesen. Úgyhogy egyrészt érdekelne az, hogy lesz ennek valami folytatása, vagy hogy ez csak ilyen egyszerű projekt volt-e. A másik pedig a videó, amit mondtál is, hogy ezt a felépülők csinálták, és hogy akkor ezt hogy kéne ehhez viszonyulni. Ott tényleg az van, hogy ha szakmaiatlan dolgot belerak egy nem szakmai ember, akkor ott tényleg lehet, hogy a szakmai embereknek kéne valahogy ezt így szuper vizionálni, hogy akkor ebből most több haszon vagy kár lesz-e. Mert én hallottam a visszajelzést, amit adtam nektek, azt igazából az a herbál használóktól jött, és azt mondták, hogy hú, ez így nagyon gáz, hogy olyan vegyszereket emlegetnek ebben a videóban, amit tényleg nem használnak ilyen célokra, és hogy ez most ötleteket, meg tippeket ad olyanoknak, akik így még annyit se tudnak, hogy milyen szert kell mivel összekeverni ahhoz, hogy ez ütős legyen, és hogy ez igazából egy ilyen áldokumentumfilm, aminek viszont reális impaktuma van arra vonatkozólag, hogy aki ebből hall valami tippet, akkor az olyan, mint a banánhéjnak az elfüstölése, valaki csak megpróbálja. Úgyhogy ez egy érdekes ilyen szakmai, etikai kérdés, de ezt persze leveleztünk erről, és ezt te megindokoltad, hogy mi volt nálatok itt az alapötlet, de ezt nem tudom, hogy a hitelesség az, hát itt még a hitelesség se úszik el azzal, hogyha kiderül, hogy végül is ez egy áldokumentum volt, mert igazából soha nem fogják megtudni azok, akiknek ez készült. Úgyhogy akkor a konkrét kérdésem csak ez, hogy lesz ennek valami folytatása? Magának a hallható mikrofon nélkül is, nem? Vagy... Nem beszélünk, csak adjunk. Konkrétan ennek a projektnek nem lesz folytatása, annyi folytatása van, hogy egy Recovery Point nevező szerveződés jött össze, ami igazából egy party szerviz újra gondolva, tehát, és ez is ugye pírekkel megvalósítva. Tehát, hogy azért annyi eredménye lett, hogy kiépült egy önkéntes bázis, akik szeretnének valamennyire ezzel a témával foglalkozni, és ők meg is maradtak. És még a filmmel kapcsolatban, igen, azt mondtad, hogy ez egy ilyen érdekes szakmai, etikai kérdés, hogy akkor most teljesen 100%-ig legyünk tényszerűek, vagy vállaljuk be azt, hogy a felépülők ezzel a tudással tartanak éppen most, és ők ezt tudják közvetíteni egymás felé. Én azt gondolom, hogy itt valamiféle egyensúlyt kell megtalálni, hogy mi miben tudunk nekik segíteni. Tehát, hogy ha őket az érdekli, hogy melyik díler jó arc, meg hogy mikor túl erős, szerintem az már egy tök jó null pont, mert legalább akkor, nem tudom, ki lehet találni egy epet, amivel tudunk jelezni, hogy most bemérték, és most nagyon erős a biofű, úgyhogy most ne menjetek a Hős utca közelébe, légy szíves, mert akkor tré lesz. Tehát, hogy szerintem ez már egy tök nagy eredmény lenne, hogyha idáig el tudnánk jutni.
Hogy, és például ezen kívül mi volt az, ami még az embereket érdekelte? Tehát mire volt igény? Az az egyik kérdés. A másik az, hogy milyen típusú ártalan csökkentő információt tudtok egyáltalán mondani azon túl, hogy ez kockázatosabb lehet, mint a rendes fűs, lehetőleg akkor azt hívják, meg mérsékeltem, meg ha bajuk van, akkor ide meg ide lehet fordulni. Ezen kívül mi az, amit lehet mondani egyáltalán? Ezen kívül ténybeli információt nem sokat lehet mondani, tehát hogy tényleg sokkal erősebb, ez nem bio, ez nem fű, az egészhez nincsen semmi köze, szintetikus. Igazából többet költesz rá, mert tehát hogy ugye jött ez, hogy olcsóbb, de hát igen, olcsóbb egy pakett, 500 kötőjel 1000 forint, viszont 4-5 pakettet vesznek az átlagfogyasztó egy nap, ugye az már eleve több, mint mondjuk 1 gram fűnek a 2-2 feles ára, tehát nem olcsóbb, hogyha az ember biofűvezik, még igazából többet szível, nem is legális, mert senkinek nincsen otthon egy ilyen labor, amiben bevizsgálja, úgyhogy igazából még ezzel próbáltunk operálni, hogy ez nem olcsóbb, és nem legális. Nem tudom, közben elfelejtettem, mi volt a másik kérdés. Igazából a biofűvel kapcsolatban a készítés, hogy akkor ez hogyan készül, meg inkább én azt láttam, hogy a kapcsolat. Tehát, hogy nagyon sok fiatallal beszélgettünk, akik iskolakerülők, otthon van valami probléma, és egyszerűen a kapcsolatot keresték, hogy lehessen kivel beszélni. Meg a program után is fél évvel volt, hogy amikor a műszűben voltam, akkor oda jött egy srác, aki nem is nagyon vett részt, csak mondjuk beült, amikor filmet vetítettünk, vagy valami hasonló, és megkérdezte, hogy lesz valami, vagy ez így folytatódik. Tehát, hogy szerintem nagyon nagy potenciál lenne abba, hogyha azt meg tudnánk nekik mutatni, hogy ők képesek egy olyan csoportot létrehozni, ami egy szakértői csoport, ami tudna az ellátórendszer felé jelezni, hogy ő náluk milyen tőke van, és mi ez alapján tudnánk programot szervezni. Tehát én ebben látom a jövőt, hogy igazából a felépülői csoportoknak a facilitálása az, ami valamennyire tudna segíteni, hogy egyszerűen végre rájöjjünk, hogy mire kéne reagálni és hogyan.